With loving attention, I serve the people in my life. I demonstrate how much I care in the way that I lift others, influencing them to impact not only their own lives, but the lives of those they love. Healthy living is my goal. I teach strength, determination, discipline. Dreams are my destination. I work as a mentor, breaking the trail for those who follow behind. My passion is tempered by understanding, as I counsel to help each individual to achieve their own milestones. My influence has a positive impact. Sziasztok, üdvözlöm meheteket ma este is, és nálam egy kis technikai bakival indult, nem tudom mennyi látszott ebből ott kint, de hát hogyha igen, akkor innen szép győzni. És tudjátok, hogy élete keltettük ezt a sorozatot, a társalgót, és néha egy-egy vendégem van, akivel beszélgetünk, és megosztja saját történetét, felismerését, néha pedig adott témát járunk körbe akár több vendéggel. Az utóbbiban már volt vendégem a Henny, és most úgy láttam, és úgy éreztem, hogy nagyon jó beszélgető partnerem lesz, úgyhogy elcsaltam, hogy mesélj el a történetét nekünk. Itt is van mindjárt. Szia! Szia! Sziasztok! No, hát most te leszel reflektorfényben, és téged fogunk kifaggatni arról, hogy hogy indult a sztorid, hogy váltál függővé, és mit vársz majd a jövőben a doterával való kapcsolatoddal, meg az aromaterápiával kapcsolatosan, de hogy... Kezdjük nagyon messziről, jó? Tehát, hogy onnan, hogy amikor mindenki tűzoltó akart lenni, meg űrhajós, meg balettáncos nő, hogy akkor mi szerettél valami, mi volt, milyen víziód volt, és hogyan jött az életedben aztán az egészséges életmód, meg úgy tudom, hogy hozzád közel áll egyébként a sport is, úgyhogy vezessünk végig az utat, hogy jutottál először az első cseppekig, aztán belevágunk majd a doterával való kapcsolatodba. Jó, hát sziasztok! Azt kell rólam tudni, hogy ugye Hódmezővásárhelyen élek, és van három gyönyörű kislányom, van egy férjem, és amúgy kiskunhalasi születésű vagyok, és nagyon sokat gondolkoztam, hogy hogy is jutottam így arra az útra, ahol most járok, de egyébként, ha visszagondolok, hogy kislánykorom óta álmodozó voltam. Szóval, hogy úgy mindig álmodoztam, szerettem egy csomó mindent így elképzelni magamnak, hogy erre járok, arra járok, ezt csinálom, és nagyon kicsi voltam, amikor láttam például egy kézlabda mérkőzést, és akkor ott nálam az úgy bevésődött, hogy akkor én kézlabdás leszek. És tudom, hogy ugye abban az időben, ugye ötödikben lehetett elkezdeni sportolni nálunk, és... Persze ott még ugye 10 évesen, ott ugye nagyon fontosak ugye társas kapcsolatok, meg ugye akkor megy el az ember edzésre, ha a barátnője jön. Na most én ilyen szempontból sose vártam. Tehát, tehát voltak olyan dolgok az életemben, ami egyszerűen így megütött, és akkor ott nem érdekelt, hogy ki jön velem, ki nem jön. Én fogtam, felöltöztem, és én elmentem tök egyedül az edzésre. Persze nyilván ott már társas... Hallatszik? Megfagytál, de most már megjöttél. Jó, oké. Nem tudom, hogy meddig hallatszott. Szóval, hogy én beálltam a kézlabda kapuba, és ott is ragadtam. Aha. Tehát, és akkor így innen indult a kézlabdás pályafutásom, és ugye azt kell tudni, hogy 24 évet kézlabdáztam, tehát ez nagyon-nagyon hosszú idő, és ebből ugye 14 évet játszottam NB1-ben. Most hallatszom egyébként? Lehet, hogy át kellene mennem másik géphez. Hallotok? Mert én most megint nem... Most meg te fagytál le, Tomi. Most?
Aha, most visszajöttünk. Nem tudom, hogy hol a gond. Az is elképzelhető egyébként, hogy a StreamYard és a Facebook között van valami probléma, de most úgy látom, hogy visszajött a jel, de várok visszajelzést majd, hogy másnál. Jó, én most hallak. Oké, most meg vagyunk. Ja, fussunk neki, aztán reménykedjünk. Jó, jó. Oké. Igen. Tehát, hogy ugye elkezdődött a sport, és ugye kézlábdáztam, és én imádtam ezt az életet, hogy igazából persze megvoltak a szabályok, de hogy valahol ugye nem az a, tehát hogy izgalommal telt el. Tehát mindig ugye izgalmas volt, hogy minden héten elmentem edzésre, és ugye minden hétvégén voltak megmérettetések. Bocsáss meg, azt kérdez, azért az, hogy te ennyi ideig az élsportban voltál, ez komoly lemondásokkal is jár. Tehát ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy akkor is azt csinál, amit szeretnél, azért ez egy nem a szórakozás, a kikapcsolódás jellegű sport, ha jól értelmezem. És megint leszállott a jégmadár, úgy látom. Azt kéne visszajelzést kapni, hogy csak nálam álltál meg, vagy máshol is. Ugye kérek megerősítést, mert megint csak leálltál egy a 20 másodpercre. Uh-huh. Nem tudom, hogy ez minek lehetett az oka. Próbáljuk szűrni. Aki esetleg lát, az jelezzen vissza, hogy én látszom-e folyamatosan, és csak Henny tűnik el, vagy mind a ketten eltűnünk. Henny fagyott csak. Akkor nálad lesz valószínű. Akkor lehet, hogy átmegyek egy másik géphez. Az megoldható? Próbáljuk meg ugyanezen a linken akkor, jó? Addig megvárunk téged. Úgy gondoltuk, hogy megvárunk téged. Oké, jó. Akkor megpróbálom a linken. Oké. Jó, rendben. Bocsánat. Mindjárt itt vagyok. Oké. No, hát igen, ez érdekes lesz, és főleg azért is várom a Hennyvel való beszélgetést, mert ugye mint sportoló fog tudni majd tapasztalatokkal szolgálni valószínű arról, hogy hogyan tudja használni nem csak a mindennapok az olajakat, hanem mint sportolóként is. De hát egyébként itt van Kata is, úgyhogy esetleg azt írd meg nekünk X-ben cseten, hogy nektek mikor a kapcsolatotok egymással. Gondolom régebbi, ha jól csalódom, mint egyébként az olajok kapcsán. Mert tudom, hogy ti együtt dolgoztok, vagy legalábbis vannak egyéb kapcsolatok. Legalábbis így emlékszem akkor, amikor volt egy korábbi közös beszélgetésünk. Ha közben jön a visszajelzés, hogy igen, csak Henny fagyott le. Jó, hát várunk egy kicsit. Türelem, előadásterem. Közben nyugodtan írjon ide, jó, aki itt van, hogy tudjuk, mert látunk létszámot, csak nem tudjuk feltétlenül, hogy kik vannak itt. De nyugodtan köszönjenek be, és tudjuk, hogy kik követnek minket élőben, és hát persze nyilván várjuk majd a visszajelzéseket akkor is, amikor már felvételről lesz. Ha. Várunk egy keveset. Egyébként milyen a kép és a hangminőség akkor, amikor éppen nem szakadt meg? Nem szakadt gond lenni, de hát amit technika nyújt, az sajnos a technika hibája az el is vehet tőlünk. Igen, nagyon régi. Közben jön a válasz, hogy ha 2003-tól játszottunk együtt. Az igen, hát az már akkor lassan 20 év. Aha. Jó. Aha. Oké. Na, meg is. No. Aha. Nem tudom, hogy a hang az jó. Hát nem olyan jó, érthető, de nem az, ami a másik mikrofonon van. De mindjárt hozzáférjem a másik mikrofonon. Ja, hozzá, jól van. Oké. Oké. Én közben arra kérdeztem volna rá, hogy milyen az élsport. Tehát mert azért az ember azt látja azoknál, akik ezt nagyon keményen űzik, hogy... hogy sok lemondás, sok kemény munka, tehát feltétlenül azért át kell ültetni a magánéletbe is, táplálkozás, szórakozás, sok minden. Igen, erre mondtam, hogy igazából nem éreztem azt, hogy ez olyan sok lemondással, tehát nem éltem meg úgy, hogy sok lemondással járt, mert hogy igazából nagyon szerettem. Mm. És
annyi minden élményt kaptam tőle, meg annyi minden, tehát egy csomó verseny, egy csomó tehát barátságok, kapcsolatok, nyeremények, élmények, hogy abszolút nem éreztem úgy, hogy ez nekem most bármilyen lemondás lett volna. Most jobb a hang egyébként? Jó, aha, klassz. Oké. Jó. Én legalábbis jól hallak, de többiek is megerősítik majd. Na és jó. Akkor ugye, tehát ahogy ugye a sport vége fele, tehát a sportpályafutásom vége fele jártam, akkor volt egy találkozásom egy hölgyel, aki által megismertem a multilevel marketinget, és ez ugye akkor a Forever volt, és igazából nálam, na ez volt a második ilyen bevésődés, hogy annyira megtetszett ez a rendszer, hogy úgy azt mondtam, hogyha, mert én azt láttam, tehát ahogy előadták, ugye ez a szabadság, a passzivitás, úgy ment, hogy a passzív jövedelem, meg hogy tehát tényleg én arra vágytam, hogy én mindig saját magamnak intézzem így az időmet, meg a lehetőségeimet, sőt, nekem bennem volt egy olyan, azt mondtam, hogy ha én egyszer abba hagyom a sportot, akkor olyan valamivel szeretnék foglalkozni, ami lehetővé teszi azt, hogy én különböző sportversenyekre eljárhassak, tehát kézlabda, VB-kre, EB-kre, tehát ugye, és ezt egy olyan munkahely, ahol mondjuk bemegyek 8-tól 4-ig, meg hétfőtől péntekig, tehát ez abszolút nem kivitelezhető. Úgyhogy bennem volt újra egy ilyen álmodozás, meg egy vágy, hogy olyas valamivel foglalkoznám, amit legalább annyira szeretek, mint a sport, mint a kézlabda, és ez így is volt. És ugye, amikor találkoztam ezzel a hölgyel, és ugye nekem a multilevel marketingről beszélt, akkor azt mondtam, hogy na hát ez az enyém. És ugye én egy hirdetés által jelentkeztem, mert ugye az volt a hirdetésben, hogy olyan partnert keres, aki sportol, az egészség, a szépség érdekli, foglalkoztatja, és azt mondtam, hogy hát mondom, ez engem keresnek. Rólam írnak. és akkor így el is mentem ugye erre a beszélgetésre. Most nyilván ott még sportoltam még egy vagy másfél évet, de tehát az azért nem hálózatépítés, de ott még ezt nem tudtam olyan szinten művelni, mint amit most már megtaláltam ugye a doTERRA-ban, de maga a hálózatépítés az nálam az ilyen örök szerelem lett. És én tudtam, hogy én azt szeretném. Aztán egyébként, hogy a sportot így abba hagytam, ugye kipróbáltam még egyik céget, másik céget, ugye közben születtek a gyerekek, mert viszonylag kis korkülönbséggel születtek ugye a lányok, úgyhogy 5 év alatt megszületett a 3 kislányunk, viszont azt éreztem, hogy ja, és igen, és itt jött az be, ami ugye régen is a sportban, hogy ez a lüktetés, hogy szükségem van mindig arra, hogy valami, ha bármit csinálok, legyen valami célja, legyen valami eredménye, és mindig új, és hogyha valamit elvégeztem, akkor legyen a következő. Mert szerintem az a legfontosabb, hogy mindig legyen az embernek célja, és, mert hogy ezáltal lesz motivált. És ne az, hogy kifizesse a hóvégéig a számláit, hanem valami felé mozogjon az élete. Igen. Meg nyilván, amiről így, tehát amit így mondtam is, hogy tök jó volna elmenni így EB-kre, meg VB-kre, szóval, hogy ehhez ugye kell egy anyagi háttér is. És idő, és ezek kettő, amit az MLM megad, ugye? És idő, igen. Meg hát nem beszélve arról, hogy én a gyerekeknek a mai napig azt szoktam mondani, hogy mindig nézzék a dolgokat két oldalról, vagyis inkább úgy mondom, hogy ne azt nézzék, hogy mi nincs, hanem azt, hogy mi van, és hogy mindig van választásuk. És hogy például persze itt a tanulás, meg minden, szóval szoktam nekik mondani, hogy tanuljanak, mert egyedül, ha visszatekintek a sportra, akkor lehet, hogy a tanulmányaimat azért azt máshogy intéztem volna, vagy más tanultam volna, de egyébként így utólag már ez sem számít, mert mindig úgy van jól, ahogy van. De a gyerekeknél ugye önállók el szoktam mondani, meg érdekes, mert ők meg táncolnak, mind a 3 táncol. Szóval közük nincs a kézlabdához. És, hát az is sport azért, hogy olyan sem. Igen, sótáncolnak, és egyébként nagyon kemény edzések vannak ott is, de ugye azt mondtam mindig, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, csak valami sportoljanak, hogy érezzék azt, hogy milyen a mozgás öröme.
Mennyire megy a rivalizálás, mert azért kb. Hasonló korban vannak lányok, tehát azért ott... Nincs még rivalizálás, mert azért itt úgy van, hogy ugye a legnagyobb 12 lesz, a középső 10 lesz, a kicsi meg 7 lesz, tehát hogy teljesen más korosztályban vannak még, és azt szoktam is mondani, hogy azért itt ebben a korban itt még nem érdemes összehasonlítgatni magukat, mármint hogy egymáshoz hasonlítgatni, mert hogy más. Tehát azért... A legidősebb kislány ugye 2 évvel nagyobb, mint a középső, de már nagy a különbség. Már így méretben is. Úgyhogy nem egy kategóriában indulnak, vagy korosztályban, ha verseny is van. De hogy a mozgás öröméért, tehát azért sportoljanak. Mert tehát azt látom ugye itt a mostani sportban is, hogy pont hétvégén láttam egy mérkőzést, és hogy nagyon sok gyerek, fiatal már kiég. Tehát, hogy megérkezett a legkisebb. Ölelésfüggő. Szia! Ölelésfüggő. Aha, akkor megvan a szeretett nyelv most már akkor. Igen, igen. Tudjuk. Gyere, cicám. Megbeszéltük velük, hogy majd lesz most anyának most lesz egy kis dolga, de hát itt pörögnek körülöttem. Hát, mert ez izgalmas. Az első dolog az anyaság, ott a jöhet a többi. Majd. Igen. Visszakanyarodva, hogy a hálózatépítésnél, ugye, te akkor te átláttál a szitán, mert ugye legtöbben azt látják, és ugye nem egy üzleti modellt látnak benne, hogy meg lehet valósítani egy forrási jövedelmet és szabadidőt, hanem azt látják benne egyfajta viselkedés mintát, amit mások alapján látnak, hogy tolakodó munkamódszerek, hogy elrángatjuk, fantasztikus lehetőség, kihagyhatatlan. Tehát ez a hívják egy barátsággyilkos üzletnek. Te meg átláttad és láttad azt, hogy mások csinálják úgy, ahogy csinálják, te meg látod, hogyan akarod csinálni, és mi lehet az eredménye ennek. Igen, de egyébként ez is ilyen szempontból érdekes, mert hogy ugye mondtam, hogy több mindent így kipróbáltam, és igazából nem volt, tehát így nem volt sikerem, mert hogy nem volt, nem tudtam olyan csapatot, vagy az, hogy magam nem hittem úgy el, nem tudom, tehát hogy próbálkoztam, tehát egyetlen egy dolgot nem adtam föl, hogy én hálózatépítő leszek. Egyébként szoktam úgy fogalmazni, hogy ez ilyen plátói szerelem, hogy én szerelmes voltam a hálózatépítésbe, de a hálózatépítés nem volt szerelmes belém. És, de így utólag viszont azt látom, hogy mindenkinek megvan ez a folyamat, ez a tanulási folyamat, mert hogy ez nem más, mint egy tanulási folyamat. Csak van, aki a sikertelenség, tehát attól függ, hogy mekkora a tűrőképesség. Tehát, hogy van, aki ugye az elején feladja, van, aki a közepén, van, aki meg annyira kitartó, mint például én voltam, hogy én nem adtam föl, amíg nem találtam egy olyat, amire azt mondom minden szempontból, hogy a szívemhez annyira közel áll. Tehát, hogy is minden egybe van. Tehát a doterán ezt érzem, hogy itt minden egybe van. És itt tényleg a maximális mindent ki lehet hozni, szerintem ebben a doterában, ebben az üzletben. Mit tudsz megfogalmazni másságaként? Mit tudsz megfogalmazni a doTERRA másságának, amit máshol nem találtál meg, ami hiányzott a puzzle-ből darabok? Szerintem hogy annyira hiteles, annyira őszinte, annyira nekünk való, és én egyébként szoktam úgy is fogalmazni, hogy a doTERRA választ ki bennünket. Szóval, hogy ebben annyira mélyről jövő ilyen szeretet és hála van ebben az üzletben, az meg az olajainkban. És sehol nem éreztem ezt. Voltak jó termékek, de hogy nem éreztem ezt az átütő szeretetet. Meg az, hogy ugye most is, hogy van egy nagy csapatom, és egyébként nincs benne hálózatépítő. Már most már van, de hogy ahogy elindultam, tehát én nem úgy lett ekkora csapatom, hogy mit tudom én, volt ismerősöm egy másik cégnél, vagy másik hálózatban, és akkor én itt átrángattam csapatostól, vagy átcsábítottam csapatostól. Tehát egy darab ilyen emberem nincs. És hogy mégis kinőtte magát a csapat, és kinőtte magát, és ez abszolút annak köszönhető, amivel ezekben az kis üvegcsékben van. Tehát, meg hogy neked. Annyira jól működnek, hitelesek. Neked már jól közvetíted a dolgot. Tehát hitél a termékben is, mert magadban is. Mert ha bármelyikben nem hiszel, nem áll össze a kép. Ez így van, meg rengeteg tapasztalat volt. Ugye itt a lányokon, én szoktam úgy illatolni, hogy mondtam, hogy hát én nagyon sokat kísérleteztem a lányokon. Tehát saját felelősségre. De tényleg rengeteg pozitív tapasztalatunk, meg élményünk van.
így együtt. És ugye, és ez a leghitelesebb. Tudom, hogy ugye nekem a Lázár Orsi, ő mutatta meg így az olajakat, és akkor ugye itt az elején együtt jártunk illatolásokat tartani, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy tartsam egyedül. De hát mondom, hogy? Hát mondom, én nem tanultam már, hogy persze elmentem így tanfolyamra, de hát hogy én azt gondoltam, hogy hát én hogy tartsak. És akkor, hát de ugye nyilván nem vagyok egy idős, hát megtartottam az első illatélményemet, és semmi másról nincs szó, csak arról kell beszélni, hogy milyen tapasztalataink vannak. És ez a leghitelesebb. Uh-huh. Ez tényleg szívből jön, és őszinte. Átugrottuk azt a részt, hogy találkoztál az olajjal. Tehát hogy jött a találkozás az olajjal? Emlékszel rá, hogy mit adott neked? Ha a család hogy fogadta be ezt a dolgot? Hogy volt ebben támogató, vagy megerősítő? Milyen tapasztalat? Tehát hogy a találkozások, az első napok, az első hetek, azok hogy teltek? Ugye nekem a Lázár Orsi, őt az előbb említettem, ővel egy másik cégnél korábban már építettünk üzletet, de aztán ugye eltávolodtunk, és akkor nem tudom, aztán egy 2-3 év után ő újra egyszer csak felhívott, és akkor mondta, hogy egy csodálatos dologgal találkozott, és ő szeretné nekem megmutatni. Ez 2007 nyarán volt. És akkor mondtam neki, hogy hát jó, hát elmegyünk nyaralni, de ha visszajöttünk, akkor találkozzunk. Mert hogy egyébként nyitott voltam így mindenre, bár az idő alatt akkor már én fundamentáztam, szerintem már több mint 2 éve, és az is érdekes volt, mert hogy egyébként a pénzügy, úgy éreztem, hogy tök távol áll tőlem, de az is egy ilyen tanulási fázis volt az életemben. Ha ez kemény szélsz, ha azt csinálod, akkor ez már azért szinte játék ahhoz képest. Tehát azért az ott az értékesítés. Igen, igen. És ugye ott azért már jól ment egyébként. És a lényeg, hogy ugye Orsival megbeszéltük, hogy akkor jelentkezünk, és augusztusban jöttek is vásárhelyre, és érdekes, mert én az utolsó pillanatban le akartam mondani. Olyan nem volt olyan jó napom, nem voltam jó paszban, elmondom én nem. De aztán csak valahogy addig elmondom, csak elmegyek. És akkor találkoztam az Orsival, meg itt volt lent a Norbi, a Benkovics Norbi, és akkor így beszélgettünk meg, Orsi bekent, és hát annyira, de én egyébként semmit nem tudtam így az illóolajokról, hogy az olajaknak van olyan hatása, hogy ilyen terápiás hatása, meg hogy a lélekre hogy hat. Szóval így teljesen így a nulláról indult a dolog, és azt tudom, hogy akkor egyedül mentem, egyedül találkoztam velük, aztán elmentem haza, utána már nem volt itt segítség a gyerekek, úgyhogy megfogtam a gyerekeket, és visszamentünk. és így onnantól kezdve így elindult a dolog. Aztán, és az az érdekes, hogy van egy olyan csapattagom, aki most a frontom, hogy ő vele úgy kézlabdáztam együtt, hogy egy csapatban sose, de egymás ellen rengeteget játszottunk, és tudtam, hogy érdeklik így a hálózat, és én egyből írtam neki. És ez is tök jó volt, mert ő vele meg úgy találkoztunk, hogy írtam, hogy ezt találtam az olajakat, és megyek szombaton aromaterápia tanfolyamra Pestre, jössz te. És ott találkoztunk, feljött, és együtt végeztük el az első tanfolyamot. Kinél végeztem? Kinél? Kinél végeztem? A Bokrosi Zoliék tartották azt a tanfolyamot, meg a Starostáék. És akkor ugye ez az egynapos képzésen voltunk, aztán a Bea, akit hívtam, ugye ő, én beregisztráltam egyik nap, ő beregisztrált másik nap, aztán ő beregisztrálta a testvérét, és akkor ugye elindult egy folyamat. És hát innentől kezdve ugye elkezdtük használni. Olyan szerencsém van egyébként, hogy nekem a férjem, ő sosem mondott soha így nemet. Bármit így kitaláltam, hogy most ezt szeretném kipróbálni, vagy ezt szeretném így megvenni. Ő nem mondott nemet, tehát ő ilyen szempontból így támogató volt. Hát és valószínűleg nagy kárt nem okoztál otthon a vásárlásaiddal. Nem, egyébként nem. De egyébként így viccből szoktam mondani, ez már így a mostanra igaz, hogy más a cipőket gyűjti, én a diffúzort, meg hogy így arányában egyébként én mindig több mindent, vagyis több pénzt költöttem így vitaminokra, mint vagy például ruhákra. Vagy tehát így nekem, nálam például sok fontos, hogy legyenek itthon jó vitaminok, meg ami így az egészségünket támogatja. Mert hát ott kezdődik minden. Úgyhogy így indult 2007. augusztusában. Hazavitted az olajokat, meglátta a család, megszagolta a család. Mi történt? Hogy fogadták a lányok?
Hát ugye picik voltak, rájuk csak rájuk kentem. Tehát ők nem ellenkeztek. Ők kísérleti emlősök voltak. Igen, volt, igen. Tehát ott menet közben ott bárányhimlős lett az egyik, ugye még éppen 2 éves volt, aztán a bárányhimlőt is nagyon jól kezeltük. Akkor ugye a férjem ő allergiás, úgyhogy ő neki összekevertük, ilyen unikumos üvegbe töltöttem a vizet, és akkor abba csepegtettem a citrom, levendel, borsmentet, és akkor mondtam, hogy ezt vigye magával mindenhova, meg iszogassa. Szóval, hogy így elkezdődött ez a folyamat. Aztán volt, hogy leforráztam a kezem, és borzasztóan fájt, és akkor ugye mit csináltam először, hogy kinyitottam a hűtőt, és fújtam az aloe first-t. Hát mindenkinek van olyan szerintem. Igen, hát aki felebrezett, az igen, kötelező. Igen, de hát, hogy persze az is nagyon jó egyébként, de hogy a fájdalmat nem csillapított, és akkor nézem, olvastam valahol, hogy a levendula jó rá, és akkor rácsepegtettem a kezemre, és hát az a csoda, hogy a fájdalom elmúlt, szóval, hogy az valami fantasztikus érzés volt. Na, és akkor így jöttek így szépen sorban az olajak kipróbálása. Úgyhogy én nem is tudom, szerintem viszonylag rövid idő alatt nagyon sok olajam lett. Hát meg a vadnarancs például, vagy citrom, hát az első számú olajak. A citrusfélék, igen. Mire támaszkodsz azon kívül, hogy nem egy handicap, hogyha mondjuk az Orsi valakinek a szponzora, de hogy mondtad, hogy voltál tanfolyamon, milyen egyéb sorvezetőid voltak, vagy mankóid voltak, könyvek, egyéb dolgok, amik alapján, vagy videók, miből táplálkoztál, és miből táplálkozol mostanság? Hát rengeteg, ugye az elején, mikor indították a Norbék, ugye a terméktapasztalatos csoportokat, a terápiás csoportokat, tehát onnan indult, tehát ott kezdtük, aztán ugye az Orsival is, ő is létrehozta a mi csapatunknak a csoportját, de Martin Zsuzsi tanfolyamaim voltam, aztán ugye a Kőbelnek videó, ja, akkor a Karinak van az élet előtt, hát az ilyen, a csoport, tehát az egy hatalmas segítség, ugye minden hétfőn mentek ugye az előadások, ugye a Nemes Erika, a Borbé Ireni, ugye a Kőbel, rengeteg előadás szerintem azok is. És Nemes Erika is felbukkani, tehát azért ott van azért a quintesszenciája, az attribútuma azért a tudásnak, azért ott összegyűlik. Igen, igen, meg ugye nagyon tetszettek a Buslig Júli, ő ugye a debreceni molekuláris biológus, ő neki az előadásai, ugye Sebestyén professzor, néha megfoghatatlan, de egyébként szerintem nagyon jó. Ilyen motivációra nagyon jó, mert az ember így csodolja magát, nem biztos, hogy értjük, de azt mondjuk, hogy ő ezt ilyen meggyőződéssel használja és érdeti, akkor ez jó cucc, ez tiszta anyag. Igen. Aztán ugye megrendeltük, van ez a, aminek most kijött ugye a fordítás, ez az eszenciális élet, ugye annak van egy angol változata, az is van itthon nekem, akkor van a Modern Essential, hát egy csomó minden van, ami segítség. Mi lehetett, mit érzel, hogy mi volt a kulcs annak, hogy azért viszonylag sikeres házatépítő lett, amellett, hogy van egy meggyőződésed, egy hited a cég mellett, a munkamódszerek, ahelyett, hogy most elárulnál bármi olyan dolgot, amit nem feltétlenül kell megosztani mindenkivel, de hogy mi az, amit a sikernek gondolsz ebben a vállalkozásban, az ilyen üzleti modellben? Minélkül nem működik? Mi a kulcsa? Mi az, ami nálad működik? Kapcsolattartás. Én rengeteget illatoltunk, meg illatolunk most is, és a kapcsolattartás. Szóval, hogy én ezt el is szoktam mondani ott, amikor így illatolunk, hogy nem az a cél, hogy bevásároltassuk az embert, hanem próbálja ki. Tehát itt mindent próbáljon ki, és ha tetszik, akkor megtanítjuk arra, hogy mit, hogyan kell használni, és nem engedjük el a kezét. Tehát, hogy és egész mélységekig én leszoktam így menni. Tehát, hogy egyébként nagyon, tehát így nagyon sok mindenkit így tudok fejből is a csapatból. Pedig most pont ma néztem, hogy már 464 fő van a csapatban, de hogy ilyen állandó kommunikáció van, amikor ugye bógon van, ugye ez az akció, akkor én nagyon sokat ugye kiküldöm a vezetőknek, de tudom, hogy még ki az, akihez mondom, még kell, akkor még nekik kiküldöm ugye az akciót. Én szerintem ez az, hogy foglalkozom a vásárlóimmal, meg a wellness tanácsadókkal. Szerintem ez nagyon fontos.
Mennyi idő után vált ez olyan bevételi forrásoddá, hogy ez már azt mondod, hogy finanszírozza a költséget? Tehát nem megélhetési, nem az, hogy hú, most mellette dolgoznom kell valamit, bár nem tudom, mit csinálsz egyébként mellette. Mikor vált ez egy olyan bevételi forrássá, amikor azt mondod, hogy ez úgy eltart? Tehát megvan a költségeket, finanszíroz azokat a költségeket, amik egy család életében kellenek. Nyilván onnantól kezdve az álmok végtelenségig mehetnek, de mikor jött el az, mennyi idő után, amikor azt mondtad, hogy ez már egy olyan viszonylag szabad szemmel jól látható összeg, ami mondjuk egy hármas erős struktúra fölépítése. 2017. augusztusában kezdtem, és 2019, ugye 18-ban volt az, hogy a fundamentálnál az állami támogatást ugye elvették, és akkor ott elgondolkoztat. Tehát, hogy ott érezhető volt ugye a visszaesés, viszont ott ugye épp, tehát ott 2019 őszén lettem premier, 2018 őszén voltam premier, és 2019-ben silver. De ott tudom, hogy ott hát körülbelül egy két év, tehát sőt, nem, inkább helyesen, én úgy fogalmazom, hogy ugye, mert itt ugye, ahogy elkezdtem a doterrát, tehát nyilván három kisgyerekkel voltam, tehát nekem voltak olyan nyarak, hogy mi folyamatosan itthon voltam. És én pont ezt mondtam, hogy igazából a passzív jövedelem már kicsiben is megjelentkezett, vagyis kicsiben is jelentkezett. Mert hogy igazából ugyanúgy kellett vele foglalkozni, mert a gyerekek mellett tudtam a doterrával foglalkozni, mert volt ilyen, hogy itt voltunk, vagy nem tudom hányan, ugye építkeztünk, még nem volt kerítés, de itt voltak vagy tizen illatolni a gyerekek kint az utcán, tehát annyira ilyen biztonságos közegben voltak, hogy ide bárki tudott jönni, úgyhogy nekem ez így folyamatos volt, és mire oda jutottam, hogy a fundamentát abba hagytam, addigra már volt olyan jövedelmem, amit mondjuk a fundamentát kiváltotta, de ami a lényeg, és ami a nagy ugrás, az, hogy 2020 februárjában tudtam a hármas erős struktúrát kirakni, a harmadik sort a csapattal. És azóta egy hónap kivételével folyamatosan megvan. És ugye menet közben ugye silver lett, vagy gold lettem, és hogy ez, ja, tehát azért 3 éve. Aha. De, akkor... hogy nem éreztem azt, hogy nem elég, mert mondom, volt más, és ugye abba hagytam, az már, és már kiváltotta a doterra. És most már csak a doterrával foglalkozom egy 2,5 éve. Hát akkor, ha jól tudom, akkor hamarosan egy új armatacs tréner is lesz majd a magyar piacon. Igen, szeretnék, igen, szeretnék menni, igen. Mert hogy adottak a... Tehát megvan a lehetőség ezzel, ugye, hogy gold vagyok, és akkor csak annyi, hogy jelentkezni kell most már. meg ugye az előkészítést azt meg kell csinálni, ugye, ha jól tudom, akkor azt hiszem 30 aromatacsot kell adni, meg dokumentálni, meg 15 késztechnikát. Mesélj nekem az online üzletépítés, mert azért erről mesélt annak idején, emlékszem, hogy a bejelentkezésén az Orsi, és ezt nyomta, tehát ő ennek nagy szóvivője és gyakorlója, hogy az online eszközöket használja a közösség építésére, és hanem csak az építésére, a működtetésére is. Ebben te hogyan élsz ezeket eszközökkel, hogyan használod? Tudom, ugye itt az Orsinak a csapatával, ugye csináltuk az illatpostát, hát annyi van, hogy engem annyira... az online, úgymond, tehát én meg tudtam oldani anélkül is. Tehát, hogy én, ugye most volt a Covid, ettől függetlenül én tudtam ugyanúgy találkozni. Mert akkor, hogyha nem volt ilyen csoportos illatolás, akkor vagy messengeren, vagy telefonon, vagy személyesen elmentünk, de hogy igazából meg tudtam oldani, tehát nem okozott úgy problémát. Sőt, hát, tehát pont ahogy bejött a Covid utána, volt ilyen évbe ment a csapat, tehát annyira nagy növekedés volt. Hát mondjuk, ha a követő táborod alapvetően a fizikai kapcsolataidban vannak, a logikus is, hogy akkor, ha nem lősz ki ebből, ezeket használod, akkor tudsz velük találkozni és támogatni őket. Mennyire építettél a sporttal való kapcsolatodat? Mennyire volt az a munkád során, vagy a hálózatépítés során előny, hogy sportolóként tudtál hiteles emberként a wellness életmódról beszélni, és arról, hogy hogyan használhatóak ezek. Vagy mennykora volt, vagy az volt a nagyobb előny esetlegesen, hogy hát 3 gyerekes anyukaként mennyi mindenre tudsz támaszkodni. Ugye nagyon sok előnye van, nagyon sok eszköztárad van akkor, amikor beszélsz arról, hogy mire és hogyan jók ezek az olajok. Érdekes egyébként, hogy a sportolók világában nem mindenki
néha egyébként a színészekhez vagy a zenészekhez szoktam hasonlítani, hogy ők ugye el vannak varázsolódva, de van, aki nem. És ami a vicces, hogy a kézlabdában vannak posztok, akik vevők az ilyen jellegű hálózatépítés, ez általában a balkezesek, vagy a kapusok, vagy a beállósok. És például a csapatomban beállósok vannak, balkezesek, és kapus. És ami a vicces, vagy nem vicces, hogy és akkor itt jön be, hogy három gyerekes anyuka, hogy rengeteg három gyerekes anyuka van a csapatomban, vagy három vagy négy gyerekes anyuka. És a sportolók között nagyon sok olyan csapattársam van, volt csapattársam, vagy ellenfelem, ahol szintén ők ilyen nagy családosak. Tehát, hogy így valahogy így össze is mosódik a kettő, aztán vannak olyanok, akiket abszolút nem lehet így megtalálni. Általában ők még, akik mondjuk aktívabban sportolnak, de egyébként meg én visszaemlékszem arra, hogy azért még fiatal sportoló voltam, akkor azért ott nálam is ott más volt ugye a fókusz, de hogyha már így valaki így a pályafutása vége fele tart, akkor én azt gondolom, jobban nyitott, vagy tudatosabb. De ez egyébként ez ilyen érdekes megfigyelés, amit itt mondtam a sportolók, hogy balkezesek, beállósok és kapusok. Ők, akik így a csapatomban vannak. Ugye alapvetően kétfajta megközelítés lehet mások irányába. Az egyik ez a tök spontán, organikus dolog, hogy így használod, látják nálad, megérzik, tartsd a tenyered, adok, ez a típusú dolog, és majd leválogatja az olaj, hogy kivel van dolgok, kivel sem. A másik meg a tudatos dolog, amikor figyelj, mikor érsz rá, veszély, mutatok valamit neked, vagy gyere el, lesz egy esemény. Melyik az, ami nálad inkább dominált, vagy milyen súlyban van egymáshoz képest a kettő? Én több mindenkit szoktam úgy megkeresni, hogy elmondom a saját tapasztalatomat, hogy mi ugye a három kis, de nincs itthon gyógyszer. És tehát, hogy nincs itthon gyógyszer, és ugye ez miatt csak az olajakra támaszkodunk. És akkor így el szoktam mondani, hogy szeretnék megmutatni egy nagyon jó dolgot, én azt gondolom, hogy nekik is működhet, és akkor így ennyi. És akkor találkozunk, és akkor elmondom. Aztán vannak olyanok, akiknek mondjuk tudom, hogy például sportolóknál, hogy abszolút ugye a Deep Blue, vagy Balance, hogy ezek, vagy egy kopajba, ugye ilyen izületi problémákra jó lehet, akkor célirányosan mondom, de igazából nagyon sokat, azt azért így elárulom, végülis ez annyira nem titok, hogy én szoktam így a sztorimba, a Facebookon megosztani képeket, a doterrás, ilyen doterrás képeket, és akkor ugye én ott látom, hogy ki az, aki megnézi. Uh-huh. És vannak olyanok, akik állandóan megnézik. És akkor én ott szoktam szemezgetni, és én őket előbb-utóbb megkeresem, fölhívom, írok nekik, és uh-huh. nyilván ott ismerem őket, és akkor tudom, hogy kinek mondjuk a család, kinek a sport, kinek a jóga mondjuk, bármi. És akkor mennyire ezt használsz termékmintákat a munkás során? Mennyire tartod fontosnak, hogy kóstolók, próbatermékek? Fontosnak tartom, de egyébként olyan érdekes, hogy olyan szempontból igazából nincs szükségem, mert akár, és például ez is egy nagyon nagy pozitív dolog, hogy akárhányszor illatolunk, tehát mindig úgy mennek el, hogy ez egy élmény volt, és abból biztos, hogy lesz vásárlás, vagy regisztráció. Tehát, hogy így, de nyilván szoktam adni, meg van, aki mondjuk olyan kifejezetten olyan problémával jön, akkor keverek neki valamit, mondjuk ilyen arc probléma, hogy próbálja ki, és akkor használja. És hogyha működik, nyilván visszajön. Szóval így teljesen működőképes. Ez nekem könnyű. Ugye használjuk pont a csapatban ugye sokan használjuk így az access-t is, ugye ez egy jó kifejezés, hogy ez ilyen könnyű nekem. Mert hogy szerintem az érződik, hogy az ember nem rá akar erőszakolni bárkire bármit, hanem hogy segíteni szeretnénk, és ez tök jó. Meg hát azért a fundamentálnál is a kommunikációs technikák, a tárgyas technika azért megvolt, tehát nem kellett félni, hogy miha elutasít, hát akkor azt mondja, hogy nem. Tehát, hogy mit üzenni azoknak, akik azért nem közelítenek mások felé, olyanoknak, akik tudják, hogy szükség van segítsége, és tudják, hogy megvan az eszköze, hogy segítsen nekik, mert hát, ha elutasítja, hát azt mondja, hogy nem. Hogy oldanád fölben, mit tanácsolnál nekik? Hát én most a tavaszi túrán volt egy nagyon jó mondat, ezt írtam föl elsőre, ezt mindjárt meg is keresem. Pillanat, mert ez annyira tetszett, és ezt így be is írtam egyből a csoportba.
igazából bátornak kell lenni. Tehát a pillanat, mindjárt mondom, ez annyira-annyira tetszett. Igen. Minden, ami kényelmetlen, lehetőség a növekedésre. Igen. És én azt mondom, hogy nem kell attól félni, tehát nem kell félni az elutasítástól, mert én ezt úgy szoktam megélni, hogy oké, lehet, hogy ő most rossz paszban volt, vagy nem a megfelelő pillanat volt számára most a találkozónk, de hogy tudom azt, hogy 2 hónap múlva, vagy 3 hónap múlva, de lehet, hogy 1 hét múlva már teljesen máshogy gondolja. Szóval nem kell attól félni, hogyha valaki nemet mond, mert az nem feltétlen így a... Tehát én is találkoztam egy csomó, nem csomó, sőt, igen, tehát nem is helyesbítek, tehát nem is csomó, mert csak néhány olyannal, hogy volt, aki azt mondta, hogy ne haragudjak, de nem. De ez tényleg ilyen minimális volt, így messengeren. És tudom azt, hogy x hónap múlva megkerestem, sőt, akkor már le is késtem róla. Olyan volt. Mert hogy előbb-utóbb mégiscsak elkezdett olajozni. Tehát, hogy ez olyan érdekes, és szerintem nem kell attól félnünk, hogyha egy elsőre nemet mondunk, mert ez tényleg nem nekünk szól. És bátornak kell lenni. Meg én szoktam úgy fogalmazni így a csapatnak, hogy kell egy ilyen kis egészséges gátlástalanság. De és gyakorolni kell, tehát hogy mert hogyha gyakoroljuk, és ugye minél többször gyakorolunk valamit, ugye azért egy idő után már ugye készség lesz, és pont a van egy nagyon jó, aki nagyon jó csapattársam volt, és most is csapattársam, a Rusi, ő mondta nekem egy pár hete, hogy Henny, én már most, én nem is érzem azt, hogy itt most bármilyen is görcsölnék, és simán megkérdezem, hogy ismered a doterát, vagy nem. És ez a jó, amikor eljutunk arra a szintre, hogy már nem görcsölünk azon, hogy félünk kimondani, vagy nem félünk. De egyébként ez meg olyan érdekes, hogy nálam ez a doteránai nem is fordult elő sose a fejemben, hogy én féltem volna valakivel megosztani. Szóval, hogy ezért érzem, ez annyira nekem van kitalálva. Hogy annyira hát azért is, mert a cégnek annyira tiszta, annyira komoly a reputációja, tehát a brandje, hogy nem olyan, mint azt mondjuk, hogy tehát most azért MV-jel kapcsolatban azért rendesen leamortizálták azért itt az elmúlt évben, meg sok más cégnevét is, hogyan tök jó kimondani. Ráadásul látjuk, hogy általában egy csillogó tekintetek a válasz, egyszer kaptam valakitől egy olajat, vagy voltam egyszer egy ilyenem. Másrészt ez is érdekes dolog, hogy mi van, ha nemet mond, hogy valójában nap mint nap megosztunk dolgokat, és mesélünk, és meghívunk embereket, olyan dolgok a kapcsolatban, hogy nincs anyagi érdekeltségünk, érdekes, ott nem parázunk. Nem parázunk, azt mondja, hogy figyelj, megyünk bowlingozni, eljöttök velünk. És mi van, azt mondja, hogy nem megyünk el. Vagy megkínálja gyakorlatilag egy rágó, vagy egy negoró cukorkával, vagy kérsz egyet, mikor előveszek, vagy egy kézkrémmel, hogy tartsd a kezed, adott neked is, amikor elővettem a táskámból, és azt mondja, hogy nem. De abban a pillanatban, amikor ez vállalkozásunkra válik, és akkor ilyen be vagyunk feszülve, vagy azt mondja, hogy nem. Akkor maximum nem kér, kész, vagy nem jön el. De lehet, hogy legközelebb ő fog megkeresni minket, és kérdez. Amikor felkészültem, vagy amikor nyitott. De ha nem nyitott, akkor nem is lenne potenciálisan nekem partner. Persze, így van. Én ezt is szoktam mondani, hogy oké, hogyha nem, akkor, de hogyha ha meg úgy érzi, hogy szüksége van rá, akkor keressen nyugodtan, tudja, hol talál. Így nem, tehát, hogy nem olyan sok volt, ha így visszagondolok, aki így nemet mondott volna. Aha. No, és merre tovább? Milyen víziód van most? Hát a vízióm az határa csillagos ég. Szóval, hogy én szépen így végig szeretnék így menetelni a létrán. És ugye tudjuk, hogy dupla meg tripla presidential Diamond is lehet a doteránál, mert hogy megvan a lehetőség, tehát hogy végtelen. Vagy ugyanaz, mint ugye a hármas erőbónusz is, hogy akárhányszor kitehető. És tehát megvan abszolút a következő szint, ugye a platinum, majd a gyémánt, és hát egyébként elég elérhető távolságban van. De hát nem fogunk megállni, nyilván, és az a jó, hogy most a férjem is már most így beleszállt így az üzletbe, meg így sokat segít. Mondtam is neki, hogy itt az legelején beszélgettünk így a Facebookos ilyen megjelenésről, meg ami így az online felület, abba az én férjem, a Tomi, az nagyon jó, és mondtam, hogy abban nekem nagyon tud segíteni, hogy ezt a részét intézi. És hát egyértelmű, hogy megosztani tovább az olajakat, és ami a legjobb érzés, hogy tehát ez a csapat. Ja, igen, hát ez nagyon fontos. Tehát, hogy
ugye, hogy ahogy kézlabdáztam, azt mondom, hogy a pályafutásom ilyen majdnem 70-80%-ában nagyon jó közösségben voltam. És ugye arra vágytam, hogy majd ez a közösség, meg hogy életemben majd, vagy amikor már a sportot befejeztem, akkor majd legyek egy másik hasonló közösségben. És például ez is itt megvan, és tényleg fantasztikus, ahogy csapatként tudunk így együttműködni, és annyira így beleállnak a hölgyek, és azért mondom hölgyek, mert ugye legtöbben hölgyek vagyunk, azért vannak férfiak is a csapatban, hála Istennek, majd azt azért az arányt úgy majd még növelni kell, de ugye nagyon sok az anyuka, a több gyerekes anyuka, de hogy nagyon jól így tudunk tényleg csapatban együttműködni, és a másolódás nagyon megy, és nagyon tudunk örülni annak, hogy mondjuk valakinek kijött az első sora, például hármas erőbónuszból, vagy kijött a második. Hát, hogyha a második sort föl tudjuk építeni, az már egy tök jó átlag jövedelem. És onnan meg már egyértelmű, hogy a cél a harmadik sor, ugye a hármas erőbónusz kirakásában. Szóval, hogy nincs megállás, nagyon-nagyon megyünk. Ugye Orsival nagyon jól tudunk együtt működni, együtt dolgozni, még akkor is, hogyha ő most éppen nem Magyarországon van, de hogy nagyon, szerintem nagyon jó csapatunk van. Mm. És tökre szeretjük egymást. Igen, ez látszik, ahányszor valaki képernyőre kerül, vagy beszélgetünk, tehát látszik a vibrálás. Tehát ugye nálunk az akadémia színpadán is volt föl legutóbb, ugye a Gyuris Lilla, a Demkovics Anikó is, ezt füligérő szájjal mesélnek, és várnak egymás szavába, és nem kell sokat piszkálni, hogy jöjjenek kifelé a megélések, a tapasztalások, és annyira impulzívak, és ezt itt sokszor tapasztalom felületek, hogy jön. És tök jó. Igen, és ugye itt több vonal van, ugye ilyen testvérvonal, de hogy ugye nekem is a Demkovics Anikó, ugye testvérvonalon például, de hát imádjuk, tehát hogy annyit segít a csapatnak. Tehát, hogy és tényleg ilyen önzetlenül. És ez nagyon jó. Rusika írta, hogy így van. Igen. Mindenre így van. Tudjuk, hogy mikor volt, már van kis slipa, de minden úgy van. Szerintem nem tudom veled egyébként sem. Igen. Oké, mert ő írta még korábban, nem tudok, hogy itt voltál-e vagy sem, hogy hát 2003-tól játszadoztok. Pontosan így van. 2003-tól. Régi a kapcsolat. Igen. Oké. Hú, én nagyon örülök, hogy itt voltál, és adtad az energiákat, és hát, ha valakinek esetleg még kérdése van, akkor ha nem most, akkor nyugodtan majd dobja ide, és hát remélem, hogy mielőbb majd találkozunk személyesen is, mert néha nem tudjuk elkerülni, ne ütközzenek események, mint ugye a mi eseményeink, a szakmai napunk is, mert ugye egyre többen, hál' Istennek, szerveznek kihasználó most a lazításokat, különböző fizikai eseményeket, kiszakad az online térből, úgyhogy azért valamikor majd remélem, hogy eljössz hozzánk, és majd találkozunk. Nagyon szívesen. Oké. Köszöntök, hogy itt voltatok még egyszer. Köszönöm, hogy velem tartottál. Köszönöm szépen én is. És majd jelentkezünk a következő hasonló beszélgetéssel. Sziasztok, jó éjszakát kívánom mindenkinek. Sziasztok!